Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy ennyien nézitek a videóimat. Ha feliratkoztok a csatornámra, egyből értesülhettek a friss megosztásaimról. A fontos információkat meg szoktam osztani a videó alatt. Ha több feliratú gombra kattintasz, el is olvashatod. Ha személyes jóslásra, energetikai tisztításra szeretnél jelentkezni, a Marika Jósnő Facebook oldalán írhatsz privát üzenetet és kérhetsz időpontot. Ha követitek a Facebook oldalamat, részt vehettek a nyereményjátékokon, és értesülhettek a live időpontjáról is, ahol élőben tehettek fel nekem kérdéseket. Hamarosan megnézzük, mit mutatnak a lapok. Sziasztok! Marika Jósnő vagyok, és hoztam nektek a csillagjegy szerinti jóslatokat decemberre. Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a december, milyen energiák jönnek, és mire lehet számítani. Kezdjük a kosokkal. Nézzük, mi az üzenet a kostípusú emberek számára. Decemberben a család, ami nagyon fontos, és változások lesznek egyébként december közepe fele, vagy december vége felé, új dolgok jönnek be az életedbe. Ezt nem kell feltétlenül negatívan felfognod, hiszen minden érted van. Amit én látok, a munkában változás. Lehet, hogy van a munkában, tanulásban, esetleg valamilyen hivatalos ügyben olyan dolog, amit nem látsz tisztán, tehát homályos, és a munkában ilyen sorsfordulószerű eseményeket látok. Nem azt mondom, hogy könnyű lesz, mert lezárások vannak, de nagyon-nagyon jó anyagiakban is, és lelkiekben is megnyugvást látok már, tehát hónap végére. Anyagiakban gyarapodás, és a szeretetben, szerelemben is új kezdet, új alapokra való helyezés, azok a gondolatok, amiket most ki gondolsz, teljes mértékben támogatva van. Látom, hogy egy fejlődési szakasz végére értél egyébként, mint hogyha sokkal pozitívabb lennél, ott van melletted a váratlan öröm, még a nehéz dolgokat is sokkal könnyebben veszed. Tehát itt a munkában, tanulásban változás, tehát hirtelen változás lesz, amire nem is számíthatsz. Lehet éppen, hogy egy jó ajánlatot kapsz, ami több pénzzel jár, tehát ilyen gyarapodás látok, hónap végére pedig teljes megnyugvás neked. A családban egyébként nincs konfliktus, tehát begyorsulnak most a dolgok az életedben, úgy látom. Tehát ez a december, ez biztos, hogy vízválasztó lesz, hogy az új évet jó energiákkal tud majd meglépni. Húzok neked a kártyámból egy üzenetet. Decemberre mi az üzenet a kosoknak? Szeretem és elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. No. Nézzük, hogy a bika típusú embereknek mi az üzenet decemberre, mi az, ami várható, milyen energiákra lehet számolni. Na, nézzük az év vége, mit hoz a bikáknak. Teljes megnyugvást látok egyébként, a kis lelked, minthogyha teljesen feltöltődne, új energiák jönnek neked decemberben. Látom, hogy a családi kapcsolataidban lehet megakadás egyébként, de ez sem drasztikus, tehát anyukád, vagy egy idősebb hölgy a család, akitől egy kicsit távol vagy esetleg, aki hiányzik neked, de látom, hogy ott van a kezdeményezés, a harmonikus kommunikáció. Lesz egy sorsfordul egyébként így december végére. Ez a munkához is köthető. Mert látok, vagy hivatalos papírt, amire már rég vársz, ami sehova nem alakult, adásvétel, bármilyen hivatalos, az most szerencsével jár, úgy látom. Ez lehet munka is, tehát a változás vagy a munkához köthető, vagy a hivatalos dolgokhoz. A párkapcsolatban is lehet, hogy voltak problémák, nem láttál tisztán, de az is jól alakul. Tehát a pároddal a dolgok jól alakulnak, és minden rendbe jön. Tehát begyorsulnak itt az események. Úgy látom, teljes lelki megnyugvás, feltöltődés, olyan, mintha megértél volna a dolgokra, hogy elindítsd ezeket a változásokat. Húzok neked egy kártyát az enyémből, megnézzük, mi az üzenet decemberre számodra.
pozitív dolgokat teremtek magamnak, így van. Úgyhogy csak pozitívan. No, nézzük, hogy az ikreknek mit hoz a december, milyen energiák jönnek, mire kell számolni. Érdekes, hogy ez a december mindenkinek olyan teljes megnyugvást hoz, sokkal pozitívabbak az emberek, te is sokkal pozitívabb vagy, készülődsz az ünnepekre, szerencsésnek érzed magad, minden begyorsul az életedben. Holnap vagy a hónap közepe felé már neked is új dolgok vannak. Én látok egyébként anyagi gyarapodást, olyan, mintha egy kicsit távolról jönne a pénz hozzád, vagy valami új, de akár vehetsz egy sorsjegyet, vagy lottózhatsz, és kisebb nyeremények is ott vannak nálad. A munkában lehet, hogy volt egy kis megtorpanás, vagy egy kis bizonytalanság, de nem kell félned, mert az rendben van. Tehát, ha van munkád, akkor az is rendben lesz, úgy látom. Ha párkapcsolatban vagy, illetve hölgy vagy, akkor egy kicsit olyan bizonytalannak érzed a párodat, de lehet azért, mert a párodon van egy kis negatív energia, vagy bizonytalanságban, akár a munkájában, vagy a gondolataiban. De ez is megszilárdult. Tehát decemberben békét látok egyébként. Békét látok, és úgy látom, hogy esetleg, hogyha vannak halott rokonaid, akkor ők is ott vannak veled. Most egy férfit látok egyébként. Tehát szeretetet közvetít feléd. Most december is egyébként ugye a szeretetről szól, tehát megjelennek a holt családtagok, hozzátartozók. Szeretettel vannak irántatok. No, nézzük, hogy mit mutat a kártyám. Mi az üzenet az ikreknek decemberre? Jól érzem magam, jó dolgok történnek velem. Igen, ez így legyen. Tehát, ha jól érzed magad, pozitívak a gondolataid, akkor be is tudod vonzani azt, ami neked gyümölcsöző a jövődben. No, nézzük, hogy a rák típusú embereknek mit hoz a december. Mi az, amire számolni lehet így év végén, mi az, amire fontos, vagy fel kell készülni, mi az üzenet. December elején valamit lezársz magadban, amitől meg fogsz könnyebbülni. Igen, úgy látom, hogy sorsforduló, teljesen felszabadulsz, fellélegzel, lehet, hogy ezeket az energiákat elengeded. Viszont ha nem tudod elengedni, akkor betegség formájában meg fog jelenni, mert kisebb allergiát, aszmát, megfázást, ilyesmit látok nálad vagy a családban. Tehát próbáld elengedni a negatív dolgokat, gondolataid kitisztázódnak, úgy látom. Munkában papírokat látok egyébként, hivatalos dolgokat, pénzzel nem lesz probléma. Viszont a hölgy vagy, akkor ha párt keresel, akkor én több férfit is látok egyébként decemberben. Van egy barna férfi, aki szerelemmel, szeretettel van irántad, egy stabil, van egy másik, aki egy kicsit olyan labilisnak tűnik, de úgy látom, hogy neked döntened kell most a szerelem területén. Tehát gondolj magadra, mert új időszak kezdődik. Tehát nem látsz még tisztán a párkapcsolatban, hosszú távú dolgok történnek veled, ami stabil, ami most kezdődik el esetleg, ha párt keresel. Mert látok a jövődben. Nézzük, hogy mit mutat a kártyám. Tehát mi az üzenet decemberre neked, kedves rák? A boldogságot választom, szeretetben élek. Így van, válasz megérzésed szerint. No, nézzük, hogy az oroszlánoknak mit üzen a kártya decemberre, mi az üzenet, mi az, amire számolni kell, mi az, ami fontos, milyen energiák lesznek. Nagyon bepörögnek az események, és pozitívan úgy látom. Tehát jössz, mész decemberben, kommunikáció nagyon jó, senki nem ért félre, mindenkivel megérteted magad,
Értékes ember vagy egyébként, azt látom, hogyha bizonytalanság is van benned, túlteszed magad rajta, tovább lépsz, ez a pozitivitás egész decemberre itt marad neked. A családi kapcsolataid harmonikusak, úgy látom, igen, esetleg egy hölgy családtag van, aki egy kicsit úgy maga alatt van, de azt is fel tudod hozni, tehát foglalkozz most a családoddal. Látok nálad is egyébként olyan holt lelket, aki esetleg üzenne neked, vagy ott van veled állandóan szeretetből. Egyébként is ez a december olyan időszak, ugye, hogy a holt lelkek ott vannak velünk, ugye karácsony környékén. Tehát teljesen pozitív üzenetek vannak számotokra. Na, nézzük, hogy mit üzen a kártyám neked, mi az üzenet decemberre. Szeretet vesz körül, mert én is azt sugárzom magamból. Így van, hiszen a kirakásban is a szeretet és a megnyugvás volt a szerencse, a pörgés. Nézzük, hogy a szűz típusú embereknek mit hoz a december. Mi az, amire számolni kell, mi az, ami történni fog decemberben, milyen energiák lesznek. Érdekes, hogy mindenkinél ilyen radikális sorsfordulót látok most. Nálad is azt látom, hogy decemberben ott van a megnyugvás. December elején elengeded a negatív energiákat. Új kapcsolatokat látok egyébként nálad. Tehát ha hölgy vagy, és ismerkedsz, és párkapcsolatot szeretnél, most itt az ideje. Látok egy barna férfit, aki egy kicsit bizonytalan, de szerencsével ott áll melletted. Tehát lesz lehetőség párkapcsolatra, amennyiben párkapcsolatot keresel. Anyagiakban nem látok egyébként nagyobb problémát, de látom, hogy itt nagyobb kiadások vannak, tehát megy kifelé a pénz, úgyhogy arra vigyázz, hogy feleslegesen ne költs. De egyébként ott van nálad a stabilitás. Munkával kapcsolatban egyébként vannak olyan dolgok még, amiben nem látsz tisztán, vagy titkok vannak a munka körül. Én látok embereket körülötted egyébként. Hát nem mindenkinek higgy el mindent, mert nem biztos, hogy szeretettel vannak felé. Tehát egy kis hamiskodást látok így a munka tanulás terén, úgyhogy erre vigyázz. De egyébként meg úgy látom, hogy amennyiben tényleg párkapcsolatot szeretnél, valami nagyon beindult. Tehát most nyugodtan a kommunikáció révén ismerkedhetsz, és pozitívan haladnak előre a dolgok már így az új évben. Na, nézzük, hogy mit üzen a kártyám neked. Hiszek a csodákban, hiszen csodálatos dolgok állnak előttem. Így van, ez legyen előtted, hogy csodák már pedig vannak, meg is teremtheted magadnak, ugye, ha pozitív vagy. Na, nézzük, hogy a mérlegeknek mit mutat a kártya, mire számolhatunk decemberben. Úgy látom, már van is üzenet, amennyiben esetleg van olyan holt lélek családtagod, aki ilyen kis határozott jellem, őt ott van melletted és segít neked. Női családtagot látok most. Na, nézzük. December elején olyan, mintha tiszta stressz lennél. Valami nem úgy sikerül anyagiakban is, egy kicsit, mint hogyha több kiadás lenne, de le fogod tenni ezeket a terheket, hiszen a családod ott áll melletted. Úgy látom, ott nem lesz semmi probléma, és vannak olyan karmikus dolgok egyébként, aminek meg kell történnie, tehát ne állj ellen, mert úgy pozitív lesz a kimenetel. Ezek a karmikus dolgok egyébként most a kapcsolataidra értettem. Tehát vannak olyan emberek, akikkel lerendezni valód van. Ezt pozitívan fog fel, mert utána meg fogsz könnyebbülni egyébként. Látom, hogy bizonytalan vagy dolgokban az emberekkel kapcsolatban, de a jó hírem az, hogy a családban most nem nincs probléma, tehát ott van a szeretet, és én még úgy látom, hogy esetleg a családban nálad leszületendő gyermek is van, aki olyan kis kreatív, és tele van szeretettel, új generációs gyermek. Nézzük meg, hogy mit mutat a kártyám neked, mi az üzenet decemberre. Békében, szeretetben élek önmagammal. Így van, csak önmagunknak kell megfelelni, másnak nem.
úgyhogy csak saját magaddal foglalkozz, mert úgyis azt sugárzott ki, ami van benned. No, nézzük, hogy a skorpióknak mit mutat a kártya, mi az, amire vigyázni kell, és mi az, ami az, az energia, ami domináns decemberben. Úgy látom, hogy hosszú távú dolgokon gondolkodsz te is. Valamit el szeretnél indítani. No, hát amennyiben hölgy vagy, illetve férfi is, a kapcsolatokon van itt a hangsúly. Tehát párkapcsolat. Több embert látok itt körülötted. Ha férfi vagy, ha hölgy is vagy, kommunikációt látok, gördüléken kommunikációt sok emberrel. Ha még nincs választottad, akkor most keresgélhetsz, mert rengeteg ember van körülötted, illetve lesz körülötted. Kommunikáció révén ismered meg a párodat, úgy látom, amennyiben nincs párod. Ha van párod, akkor a párkapcsolatban viszont nem lesz probléma, kommunikációban megértitek egymást, meg tudjátok beszélni a dolgokat, a munkában egyébként nagyon jó dolgokat látok, tehát teljes megnyugvást, újítást a munkában egyébként, tehát látom, hogy szeretettel csinálod, stabil munkát látok, ragaszkodást és új dolgokat. Esetleg valami új vállalkozást is indíthatsz, mert úgy látom, hogy pénzgyarapodás lesz. Tehát valamit itt, ha kitalálsz most december végén a munkában valami új dolgot, az neked nagyon jó lesz, mert anyagiakban is. Ez lehet vállalkozás, vagy valami új dolog bevitele a vállalkozásba, új munka is lehet egyébként. Tehát nem kell félni, mert jónak látom, és pénzgyarapodás van. Nézzük meg, hogy mi az üzenet a kártyámból neked. Minden helyzetből kihozom a legjobbat, hiszen támogatva vagyok. Így van, ezt tudnod kell. Hiszen látom a kártyáidban is, hogy a legjobbat hozott ki magadból is, és amihez nyúlsz, szinte anyagi gyarapodást fog neked a jövőben hozni. No, nézzük, hogy a nyilasoknak mit hoz a december. Milyen energiák lesznek, és mire kell számolni. De az üzenet, úgy látom, hogy pozitív a december eleje neked, olyan szerencsésnek érzed magad, anyagilag stabil. A szerelemben nagyon-nagyon jól alakulnak a dolgok. Ha párt keresel, most nyugodtan kommunikálhatsz. Én egy olyan személyt látok, aki egy kicsit távol van tőled, megindul a kommunikáció, teljes összhangot látok egyébként lelkileg, és rossz dolgot nem is tudok mondani. Amennyiben gyermekre vágysz, most fogantatást látok. Egyébként a családban, nálad, környezetedben, tehát gyermekszületés várható, én most lányt látok, de egyébként több gyermeket is majd. Tehát most nagy az esélye, ugye, a gyerekszületésnek. Úgy látom, hogy a szüleiddel is jó a kapcsolatod, feldobod őket, leomlik az a fal egyébként, ami volt köztetek. Mondjuk az lehet persze most a korlátozások, hogy nem tudtok úgy találkozni, de kommunikálhattok, és szerencsével vannak a családi kapcsolatok, úgy látom. Tehát a szerelembe is szerencse, vágyaidat meg tudod valósítani. Tehát túllépsz ezeken a kis stresszen, ami esetleg van egy kis veszteség, egy kis stressz, tehát nem látok problémát nálad. Nézzük meg, hogy mit mutat a kártyám neked. Mi az üzenet decemberre? Szeretet vesz körül, mert én is azt sugárzom magamból. Így van. Ha szeretet van benned, akkor az emberek ezt észreveszik, és úgy fognak viszonyulni. Tehát amit adsz, azt kapod vissza. Nézzük, hogy a bak típusú embereknek mi az üzenet decemberre, mi az, ami várható, milyen energiák jönnek. Úgy látom, hogy a párkapcsolat, ami fontos, vagy ami a porondon van most neked, jól alakulnak a dolgok. Egyébként a párkapcsolatban örömöket látok. Lehet, hogy úgy megbeszéljétek a dolgokat egyébként, mert harmonikus a kommunikáció, hogy esetleg olyan kis titkok, amik idáig voltak, az napvilágra kerülnek, és meg tudjátok beszélni.
tehát párkapcsolatban harmonizáció, a kétségek eltűnnek. Munkában egyébként látok veszteséget nálad, amennyiben van munkád, egy kis megrekedést látok, tehát egy kis bosszúságot, korlátozást. Ha nincs munkád, akkor valószínű, hogy kapsz egy ajánlatot, hiszen pénzgyarapodást látok nálad. Félelmeid eltűnnek, és több ajánlat közül is választhatsz. Férfiak, nők ajánlanak valamit, tehát nem kell utána menned, úgy látom, tehát nem kell önéletrajzokat küldözgetni, hanem valahogy megtalál a munkával való pozitív kapcsolat és változás az életedbe. Teljes lelki megnyugvás egyébként párkapcsolatban, lerakod a terheidet, kisebb bosszúságokat lerakod, teljes energiával tudsz működni hónap végére, és úgy látom, hogy ilyen kis lelki kapcsolat a családban, vágyaitok szerint a gyerekekkel, a pároddal harmonikusan alakul. Nézzük meg, hogy a kártyán mit üzen neked, mi az üzenet. Decemberre. A boldogságot választom, szeretetben élek. Így van. És ha boldog vagy, azt ki is sugárzod, az emberek észreveszik, és teljesen pozitívan alakulnak a dolgaid. No, nézzük, hogy a vízöntőknek mit mutat a kártya. Tehát decemberben mi az, ami fontos, mi fog történni. Olyan, mintha december legyen egy kicsit olyan homályossal látnál egyébként. Tehát inkább párkapcsolatra gondolok most, mert a munkádat stabilnak látom. Ha párkapcsolatot keresel, úgy érzed, sehova nem alakulnak a dolgok. Sok ember vesz körül, mégse az igazi, tehát bizonytalanságot látok. Tehát most decemberben párkapcsolatban nagyobb előrelépés nincs. Viszont a munkádat stabilnak látom, emberekkel vagy körülvéve. Lehet az is, hogy a munkájának kis változás lesz, ami neked pozitív egyébként, lehet emberek jönnek, emberek mennek, tehát emberekkel kapcsolatos változás, és egy teljesen új időszak az életedben jövőre. Ott vannak az örömök, az új dolgok az életedben, ami most december végétől megindul. Ez akár mondom, lehet munkában is változás, vagy saját magadban. Tehát látom, hogy a blokkokat azt le tudod tenni. Tehát ami falat húztál magad mellé, az most leomlik, pozitívabban látod a helyzetet, ott van az öröm, a szerencse, és bizony egy szerelem is ott van. Tehát amennyiben nincs párkapcsolatod, az most ott lesz. Tehát kommunikációt látok, akár Facebook, társkereső, bármi kommunikáció révén egy határozottan ott van a szerelem, amit meg fogsz találni. Nézzük, hogy mi az üzenet. Az én kártyámból húzok neked decemberre. Senki felett nem ítélkezem, magam felett sem. Ez az üzenet neked. Nézzük, hogy a halak típusú embereknek mit üzen a kártya decemberre. Mire kell vigyázni, milyen energiák jönnek. Kicsit olyan elveszettnek érzed magad december elején, mintha sok teher lenne rajtad. Kisebb betegségek, megfázás, kézlábfájás, de hál' Istennek ez meg fog szűnni. Tehát december közepére a családi kapcsolatok, a párkapcsolat olyan kis kiegyensúlyozottá válik, amennyiben van párod, szeretetteljes időszak következik. A gyermekeddel is egy kicsit, mintha közelebb kerültetek volna egymáshoz majd, vagy közelebb kerülnétek egymáshoz decemberben, megbeszéltek a dolgokat. Nem tudom, mit csinálsz, de egy rengeteg embert látok körülötted, tehát kommunikációban nem lesz probléma. A lelkedet kell egy kicsit megerősíteni, hogyha esetleg úgy érzed, hogy stressz vagy negatív energia van rajtad, nyugodtan írjál rám. A Marika Jósné oldalra megnézzük egyébként, hogy mi gátolhat, de nagy blokkot nem látok. Tehát csak a terheket kell levenni, és ez hónap közepére egyébként meg is szűnik, teljesen lezársz minden stressz helyzetet. Fontos lesz a család, az emberi kapcsolatok, tehát abban pozitív fejlődést látok.
de egyébként, ha meg szeretnéd tudni, hogy átok, rontás, vagy milyen blokk van rajtad, akkor nyugodtan írj, ezt ingyenesen felmérem. Úgyhogy nyugodtan írj nekem a Facebookra. No, nézzük, hogy mi az üzenet. Az én kártyámból húzok neked. Mindig, minden helyzetben a legjobbra törekszem. A legjobbat tudod kihozni mindenből, így van. No, hát remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Csodálatos decembert, kellemes ünnepeket kívánok nektek. Sziasztok!